Hát én Várszegi Adéltól És akkor jött még egyet olvastam. Igen. Sziasztok! A Meseterasz adását látjátok. Ma majmokról fogunk beszélgetni. Egy ilyen rejtélyes ügyről, hogy hova tűnt Malvin, és közben még belekeveredik egy csomó minden, tehát egy ilyen szövevényes nyomozási sztori. A karakterekről kérdezlek először, hogy milyennek találtad ezeket a majmokat, a Gibbont és a Makákót? Eleve nehéz volt sokszor megkülönböztetni őket. Megvallom őszintén, hogy föl-föl cserélgettem, nem mindig tudtam követni, hogy melyik szólal meg éppen, és hogy melyik szerepel éppen. A Gibbonról és Makákóról eléggé szembetűnő egy első ránézésre, hogy hát Gibbon piros, Makákó pedig kék. Nekem ez így mindig így egy ilyen meghatározó színkombináció volt, vagy a mágneseket is mindig, hogy így kék oldal, pozitív és negatív oldal, hogy ugye folyamatos a vonzás, szóval igazából nem tudják elviselni a másik nélkül igazából így az életüket. Ezzel együtt nagyon izgalmas karakterek, mert nagyon sok mindent sikerült hozzájuk igazítani, vagy rájuk írni. Talán ezért is választhatta a szerző a majmot, mint figurát, hiszen az egyrészt emberszabású, tehát nagyon sok érdekes helyzetben jönnek elő emberi tulajdonságok, mint ahogy az állatmesében nyilván alapvetően, illetve nagyon sok olyan komikus helyzetbe tudta őket helyezni, ami jót lehet derülni olvasás közben. Igazából mindenkit így el lehet képzelni, meg hogy rá lehet ismerni, hogy mondjuk az egyik barátom, vagy a Sarki ABC-nek a nénie, aki tárul, hogy mondjuk éppen a lajhár, vagy a nagyorú, vagy akárki, hogy tényleg így a jelleméről. Én is úgy találtam, hogy ezek a bőrrexszerű jelenetek, amikor a majmok csatáznak egymással, vagy vitatkoznak, ezek szépen kidomborítják az ő tulajdonságaikat, és ráadásul filozofikus kérdéseket is tesznek föl egymásnak, az élet értelméről, a jövőről kérdezgetik egymást, és ezért érzem úgy talán, hogy ezek a majmok a felnőttségünknek a gyermeteg oldalát domborítják ki. Igazából felnőtt helyzeteket olvasunk, azokat a helyzeteket, azokat a tulajdonságainkat, amikor gyerekesen viselkedünk. Ez az egész barátság inkább ilyen réginek tűn, mert olyan baráti és beszélgetések zajlottak le, és úgy viccelődtek, de úgy, hogy nem bántották meg egymást, mégis vicces volt így kívülről, még az ilyen veszekedésük is, és aztán végül kijutottak belőle, meg kibékültek, és szerintem ez pont ilyen régi barátság, mint az embereknél. Én azt éreztem, hogy kitartóak. Tetszett bennük is az, hogy így ilyen nagyon összetartó barátok voltak. 3 rétege van a könyvnek, van az elbeszélői része, az a narrációs része, vannak azok a párbeszédek, epizódok, viták, verekedések, komoly, meg kevésbé komoly ütközetek, és akkor van egy harmadik része, amikor még egyszer narrál a szöveg, hogy itt ezt most hogy kell elképzelni, és hogy lássam. Nekem ez soknak tűnt, vagy nekem ez olvasóként nem volt sok, de elképzeltem, hogy gyerekolvasóként talán ez sok lehet, vagy terhes lehet. Lehet, hogy idősebbek jobban tudják követni ezt az észjárásmódot. Nekem tetszett, voltak olyan részek, amikor nehezen lehetett kivenni, hogy hol tartanak az események, meg nagyon ilyen kezekusza volt, de aztán már így, amikor belejöttél és olvastad, akkor már értetted, hogy mi van. Én nem értettem, mert szerintem ez nagyobbaknak való. Én annyit tudtam ebből kihozni, hogy 2 majomról szólnak, és az egyiknek van egy plüsse, és egy elhagyatott állatkertből meg akarnak szökni. Az, hogy állatkertben játszódik, az így utólag inkább azt szimbolizálja számomra, hogy ez egy ilyen kimerevített és egy kissé mesterkélt helyzet, amelybe az állatok kerülnek és amiben mozognak. Az az érdekesség történt a szöveg körül, hogy új illusztrátort kért föl a Csimota kiadó, Grela Alexandra személyében, aki nagyon sok színt vitt bele a történetbe a grafikái által, és ezek a rajzok a majmoknak a harsányságát, élénkségét, izgalmas témáit, amelyeket ők maguk vetnek föl egymás között, ezeket erősítik, és a karakterekhez is hozzáadnak. Még az is megtörtént velem, hogy a szövegnek az üzenetét a grafikában kerestem, ott próbáltam azonosítani, amikor elakadtam a történetszövés bonyodalmaiba. Neked melyik karakter volt a kedvenced? Nekem az óriás tatú volt a kedvencem, és az is maradt, egy mellékszál. A szegény állat azt vette a fejébe, hogy ő repülni fog, és hát föl-föl bukkan némelyik epizódban, ahogy éppen próbálkozik, és nem sikerül neki. Ez végigkíséri az egész kötetet, mind a két kötetet, és rettenetesen szurkoltam neki, hogy hát, ha sikerül, de nem. Hát egyértelműen a nagyon rumajom. Ő volt a legviccesebb így az egészben. Én szívemből ajánlanám, mert akciódús, a karakterek nagyon jól ki vannak dolgozva, humoros és egy nagyon-nagyon szép kapcsolatot, egy barátságot mutat be, nagyon önemberi.